Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és ebben a videóban Rákosi Mátyás hihetetlenül izgalmas életét mutatjuk be nektek. Ha tetszenek a cicák, látogass el a webshopba, és válassz egyet az új kollekcióból, vagy támogathatsz minket a Patreonon is. A linkeket megtalálod a leírásban. Rákosi Rosenfeld Mátyás néven született 1892. március 9-én a Bács-Bodrog megyei Adán. A település ma Szerbiához tartozik. Apja, Rosenfeld József, terménykereskedő volt, édesanyja, Lederer Cecília a háztartást vezette és nevelte 13 gyermekét. A család zsidó származású volt, de a hitet nem tartották. Apja 1904-ben a Rosenfeld családnevet Rákosira változtatta. A kis Mátyás gyerekkorától kezdve nagyon szeretett a középpontban lenni, szerette a figyelmet, a könyveket és a tanulást. Tanulmányait a helyi iskolában kezdte, majd mikor a család Sopronba költözött, tanulmányait a soproni harmadik számú reáliskolában folytatta tovább. 1905 és 10 között a Szegedi Magyar Királyi Fő Reáliskola tanulója lett, itt is érettségizett le kiváló eredménnyel. 1910-ben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata pártba. 1910-től a Budapesti Keleti Kereskedelmi Akadémia 2 éves képzésén okleveles kereskedői végzettséget szerzett. 1912 és 14 között ösztöndíjjal előbb Hamburgban, majd Londonban tölti kereskedelmi gyakornoki idejét. Az első világháború kitörésekor 1914-ben hazatért, és 1915 elején hadapród jelöltként a keleti frontra vezényelték, majd április közepén a Kárpátokban orosz fogságba esett. A fogolytáborból megszökött, és Szentpétervárra ment, ahol egy orosz-magyar fogolycsere akció keretében hazatérhetett az akkor Szabadkán élő családjához. 1918. november végén Budapestre utazott, ahol tagja lett a Kommunisták Magyarországi Pártjának. 1919. március 21-én kikiáltották a Tanácsköztársaságot, vagyis a proletár diktatúrát. Rákosi azonnal a forradalmi kormányzó tanács, vagyis a Tanácsköztársaság teljhatalmú irányító szervének tagja lett. Kinevezték kereskedelmi népbiztos helyettesé, majd a szociális termelés népbiztosa lett. Végül rövid ideig a Tanácsköztársaság rendvédelmi szervezetének, a Vörös Őrségnek a parancsnoka lett. A Tanácsköztársaság bukása után Ausztriába szökött, ahol mint körözött személyt elfogták és bebörtönözték. 1920. április végén az osztrák hatóságok azzal a feltétellel engedik szabadon, hogy nem folytat politikai tevékenységet az országban. Rákosi azonban nem vesztegette az időt, május 1-én egy nyilvános bécsi munkásgyűlésen lelkes beszédet mondott, ami után az osztrák hatóságok elfogták, majd kitoloncolták és örökre kitiltották az országból. Ezután Oroszországba távozott, a kommunisták akkori fellegvárába és központjába. Részt vett több európai kommunista párt létrehozásában. 1924. decemberében hamis útlevéllel titokban Magyarországra érkezett, mivel a hatóságok körözték a Tanácsköztársaság alatti tevékenységei miatt. Feladata a Magyar Kommunista Párt újjászervezése volt. 1925. augusztusában sikerült Bécsbe jutnia, ahol a párt újjáalakuló gyűlését tartották. Rákosi bekerült a központi bizottságba, és megbízták a magyar titkárság vezetésével. Ezzel gyakorlatilag ő lett a Magyar Kommunista Párt első számú embere. Magyarországra visszatérve azonban a rendőrök már várták, és 1925. szeptember 22-én letartóztatták. Lázadás és illegális szervezkedés büntettének vádjával bíróság elé állították, és 1926. augusztusában 8,5 évi fegyházbüntetésre ítélték. Büntetését Vácott kezdte meg. Rákosi a börtönben is aktívan politizált. Éhségsztrájkot szervezett a többi kommunista fogollyal együtt, amelynek célja az volt, hogy köztörvényesből politikai elítélté státuszfogolyá minősítsék át őket.
Ők ugyanis kedvezőbb körülményeket, jobb bánásmódot igényelhettek, és nem kellett dolgozniuk sem. Sztrájkjuk sikertelen volt, és a kényszertáplálás hatására be is rekesztették azt. 1930. januárjától a szegedi Csillagbörtönben raboskodott tovább. Elszigetelték, de jobb körülmények között tartották őt és kommunista barátait. A többi kommunistával megszervezték a párt életet. A vezetőséget, a szemet a párttagok demokratikusan választották, de a tényleges vezető Rákosi volt. A szem tartotta a kapcsolatot a külvilággal és a börtön vezetőségével is. Kintről könyveket, csomagokat küldtek be számukra. Gyűléseket szerveztek, oktatásokat tartottak. Zárkájuk egész nap nyitva volt, és oda mehettek, ahova csak akartak. Rákosi a börtönben tökéletesítette nyelvtudását is. Angolul, olaszul, törökül, franciául és németül is jól beszélt. Látogatója nem igen volt, csak nővére Jolán látogatta meg nagy ritkán. Rákosinak maradt a párt, és börtönévei csak növelték az itt megszerzett tekintélyét. Büntetése lejártakor 1934. májusában a Tanácsköztársaság alatti tevékenységeiért ismét perbe fogták, és 1935. február 8-án lázadás, felségsértés és 27 rendbeli gyilkosság jogcímén életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték. Végül eljárásjogi hiba miatt az ügyvédek elérték, hogy a bíróság az életfogytiglant 15 évre módosítsa, és figyelembe vegyék az eddig letöltött éveket is. 1940. októberében Rákosit és Vas Zoltánt kicserélték az 1849-ben Oroszországba vitt magyar lobogókért cserébe. A magyar vezetés jobbnak látta, megszabadul egy Rákosi féle politikai felforgatótól, és nem engedi vissza a társadalomba. Moszkvában a hatalmon lévő kommunista vezetés hősként ünnepelte Rákosit, amiért olyan hatékonyan szervezte a pártot, még a börtönben is. Végül 1945-ben a II. Világháború lezárása után visszatért Magyarországra. A szovjet hadsereg támogatásával alig 3 év alatt felszámolta a több pártrendszert. 1949-re az egyetlen párt a Magyar Dolgozók Pártja lett. Uralmát az államvédelmi hatóság segítségével biztosította be, akik kegyetlenül leszámoltak a párt ellenségeivel. A nehézipar és hadipar erőszakos fejlesztése, a mezőgazdaság elhanyagolása, az államosítás és a logikátlan döntések miatt 1951-re általános lett a nyomor. Erről és az 1956-os eseményekről részletes videót készítettünk, a linket megtalálod a leírásban. Az vezetett végül bukásához, hogy a folyamatos nyomor, éhínség és terror miatt elvesztette magyarországi támogatóit. Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála után a Szovjetunió új vezetői sem támogatták már Rákosit. 1956 nyarán minden tisztségéről lemondatták. Betegségre hivatkozva feleségével együtt a Szovjetunióba utazott hosszabb gyógykezelésre, ahonnan többet már soha nem tért vissza. Rákosi nőügyeiről keveset tudunk. Húga elmondása szerint még fiatalon volt egy a későbbi feleségéhez hasonló lány, aki tetszett neki, de vele megszakította a kapcsolatot, mivel túlzottan polgári gondolkodású volt. Amikor 1940-ben Rákosi kiszabadul a börtönből és a Szovjetunióba utazik, gyógyüdülésre is elment, hogy kipihenje a fáradalmakat. Itt ismerte meg az értelmiségi családból származó Feodora Fyodorovna Kornyilovát. Az asszony Jakut földről származott, ami Szibéria leghidegebb területe. Rákosinak megtetszett az asszony mandulavágású szeme és enyhén molett alakja. Fenya, ahogy hívták, jogász végzettségű volt, és férjével és fiával Lee-vel élt. Lee egy kínai kommunistáról lett elnevezve, amit később Liovára változtattak. Rákosi az asszony hivatalában találkozgatott vele titokban. Fenya végül elköltözött, majd elvált férjétől, és Rákosival 1942-ben házasságot kötöttek. Rákosi ekkor 50, a nő 39 éves volt.
Együtt nevelték Fenya kamasz fiát és Rákosi húgának fiát Vlagyimírt is. Rákosit kommunista rabtársai több ízben gnómnak, aránytalannak és visszataszítónak írták le, ennek ellenére feleségével szerették egymást, és az asszony mindvégig hű maradt hozzá. Lórántúti villájukban a személyzet beszámolói szerint végig külön szobában aludtak. Bár állítólag szerettek volna közös gyermeket, ezt életkoruk és Rákosi börtönben szerzett betegsége miatti állítólagos impotenciája megakadályozta. Rákosi egész életében nagyon szeretett olvasni, mind magyar, mind külföldi irodalmat. Fiatalabb korában szeretett eljárni táncolni, és néhány színdarabban énekes szerepeket is eljátszott. A személyzet beszámolója szerint nem élt luxus életet. Kabátját, cipőjét addig hordta, ameddig le nem szakadt róla, és újat csak akkor volt hajlandó felvenni, ha a régit eldugták előle. Új kalapot is csak akkor vett, amikor pártársai rászóltak, hogy a régi finoman szólva is elhasznált. Rákosiék pártellátmányban részesültek. Ez azt jelentette, hogy az ellátóboltba beszóltak, hogy mire van szükség, a párt pedig rendezte a számlát. Ennek ellenére Rákosi nem vágyott különleges ételekre. Reggelire általában teljes kávét ivott, hozzá pedig elmajszolt egy fél kiflit. Kedvence a csirkebecsinált és a gombásvelős tojás volt. Felesége ezzel szemben nagyon szerette a libamájat és a kaviárt. Sokszor kért a személyzettől csalánlevest is, amit azonban Rákosi nem volt hajlandó megenni. Ebédhez és vacsorához pár deci bort fogyasztottak. Éjszakára Rákosi egy pohár tejet kért az éjjeli szekrényére, amit az éjszaka folyamán ivott meg. Szeretett vadászni, pecázni és nagyokat sétálni. Tavasztól őszig minden hétvégét Balatonaligán töltöttek, de volt, hogy Hollóházára és Gemencre is ellátogattak. Az 1945-ös választások előtt a sajtómunkatársai a hobbiukról faggatták a politikusokat. Rákosi ezt válaszolta. Én a szabadidőmben is a politikával foglalkozom. Miután Rákosit 1956. júliusában eltávolították az ország éléről, a Krím-félszigetre ment, hogy kicsit kipihenje magát és fürödjön a tengerben, ami külön vágya volt. Ezután 1956. szeptember végén befeküdt a Moszkvától 30 kilométerre található pártvezetőknek fenntartott Borvihai szanatóriumba. Az 1956-os magyar forradalom kirobbanása után Hruscsov többször konzultált vele. A Kremlben külön irodát kapott. Rákosi a forradalom leverését és a megtorlását támogatta. Úgy gondolta, átmenetileg legyen Kádár János az ország vezetője, aki miután elvégezte helyette a piszkos munkát, távozik és ő dicsőségesen visszatér a hatalomba. Csalódnia kellett. Kádár tartósan átvette az ország irányítását, és minden eszközzel azon volt, hogy Rákosit távol tartsa az országtól. Ennek eredményeként Rákosit ugyan 1957-ben még átigazolták a Magyar Kommunista Párt utódpártjába, a Magyar Szocialista Munkáspártba, de 1957. május 9-én az országgyűlés megfosztotta parlamenti mandátumától. 1957. júliusában Moszkvából Krasznodárba telepítették át. A számüzetés azért nem volt annyira nehezen elviselhető, hiszen Rákosi és felesége egy 5 szobás lakásban élt házvezetőnővel. Ingyen étkezés, gépkocsi használat, szanatóriumi és üdülési lehetőség, valamint havi 2000 rubel költőpénz is járt nekik. 1962-ben azonban megfosztották pártagságától is. Innentől életszínvonala rohamosan romlott. Az 5 szobás lakásból egy 2 szobás lakásba költöztették őket a Kirgiz Tokmak városába. A vizet a kútról hozták, a WC az udvaron volt, főzni egy kis villanyrezsón lehetett. Végül 1967. december 25-én Gorkijba, a mai Nyizsnyij Novgorodba költözött feleségével. 1971. január 26-án szívrohamot kapott, és február 5-én meghalt. Hamvait február 12-én hazaszállították, a
Temetést február 16-án a nyilvánosság kizárásával a budapesti Farkasréti temetőben tartották meg. 40 fő vett részt rajta, ebből 20 rendőr volt, és csak 5 se mondhatott egy rövid beszédet. Az urnája fedőlapjáról a sorozatos rongálások miatt minden díszt és azonosítót eltávolítottak, csak a monogramja látható rajta. Köszönjük az adományokat Patreon támogatóinknak! Külön köszönjük császári adományozónknak, Kertész Ádámnak a nagy lelkű támogatást! Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg barátaiddal, és kommentben írd meg, hogy mit látnál még szívesen ezen a csatornán. Hogy le ne maradj a következő videókról, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Sziasztok!